Köszöntöm a nézőket! Milyen lehetőségei vannak a továbbtanulni szándékozóknak itt Székesfehérváron, milyen az egyetemek kínálata, és milyen a diák élet itt a városban? Ezekre a kérdésekre kaphattak választ a CISZTESZ és végzős diákok a felsőoktatási roadshow keretében. Az esti mérlegben ezzel foglalkozunk, maradjanak velünk! A maturák és maturanduszok közül sokan még nem tudják, hogy hol szeretnének tovább tanulni. Nekik nagy segítséget jelentett a felsőoktatási roadshow, de azoknak is ad plusz információt a találkozó, akik már választottak szakot és intézményt. Az idei tanév első roadshow állomása a Ciszterci gimnáziumban volt. 101 végzős diák kapott lehetőséget, hogy megismerjék a továbbtanulás útjait. Nagyon örülünk, amikor lehetőséget kapunk arra, hogy a diákokat tovább kísérjük, és nem csak az érettségiig maradnak nálunk, hanem fontos az, hogy a továbbiakban is mi lesz velük. Erre vannak különböző alkalmaink, pályaválasztási napok direkt a végzősöknek. Viszont külön öröm számunkra, hogy Székesfehérvár városa megszervezett egy olyan roadshow-t, hogy személyesen keresik fel a középiskolákat, hiszen ez a személyes kapcsolat, ez még bensőségesebb, még jobban meg tudja talán fogni a gyerekeket, mint hogyha csak egy általános roadshow-n, az edukáción vagy a nyílt napokon találkozhatnak velük. Ez egy bensőségesebb hangulat, itt jobban mernek kérdezni, együtt vannak tömegben, tehát mindenképpen nagyon fontos az, hogy ez a lehetőség itt van, és hogy iskolánkban is részese lehet ennek. Az önkormányzat és az egyetemek diákjai évek óta tartanak ilyen jellegű tájékoztatást, amelynek eredményességét mutatja, hogy évről évre növekszik a hallgatók száma a városban. Szerencsére folyamatosan bővül azoknak a lehetőségeknek a száma, amik közül választhatnak a fehérvári diákok is itt a székesfehérvári felsőoktatásban. Itt akár az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Karára, akár a Corvinus székesfehérvári kampuszára, akár pedig a Kodolányi János Egyetemre gondolunk. Szerencsére egyre több szak, egyre több lehetőséget ad nappali, levelező vagy éppen a duális képzés formájában, és fontos, hogy ezt itt az év elején elmondjuk azoknak, akiknek pár hónap múlva dönteni kell, hogy hova mennek, hova jelentkeznek, hol szeretnék folytatni a tanulmányaikat. Minden évben minden olyan középiskolát, ahol azt gondoljuk, hogy érdekesek lehetnek ezek a szakok, szakirányok, felkeresünk, és úgy gondolom, hogy talán nem is eredménytelenül, hiszen az idei évben is nőtt a tavalyi évhez képest a jelentkezés, már elég volt csak a tanévnyitóra gondolni, hiszen kinőttük a Városháza dísztermét, és gyakorlatilag megtöltötték a fiatalok a színháztermet már, de bízom benne, hogy a következő években ez a szám még nőni fog. Most jöttünk a Ciszterbe, én remélem, hogy itt is több fiatalt meg tudunk győzni arról, hogy aki ezekbe a szakokba gondolkodik, az nem más városba, hanem a székesfehérvári felsőoktatásba és városunkba gondolkodjon. Ugye itt három egyetem és egyre több szak is indul. Lesz-e még valami más kínálat? Igen, azon dolgozunk, hogy a következő években ez gyarapodjon. Van egy-kettő képzés, ami akkreditáció előtt van, vagy már az akkreditációban. Például a sportmenedzser, amit itt Székesfehérváron tanít csak a Corvinus, azt ki szeretnénk egészíteni más területekkel, vagy például akár a diplomácia tekintetében, sportdiplomácia vonatkozásában, illetve én ugyanezt el tudnám képzelni a kulturális menedzser tekintetében is, de azt gondolom, lesznek mások is. És hát ott vannak azok a műszaki, illetve informatikai szakok, képzések, amelyeket pedig a helyi gazdaság is nagyon vár. Nagyon jó lehetőségekkel, akár a duális partnerek segítségével is, akiknek ezúton is érdemes megköszönni ezt az együttműködést, hiszen azt gondolom, hogy párját ritkítja, és jól mutatja, hogy az országban a legmagasabb itt a duális képzésben részvevő hallgatóknak a száma. Ezt próbáljuk folyamatosan gyarapítani, hiszen például az Alba Régia Műszaki Karral egy közös robotika labor jön létre, cégek segítségével, ami azt gondolom, hogy abszolút kuriózó és egyedülálló lesz, ugyanúgy, mint az Alba Innovár, ugyanez a robotika vonatkozásában is. Szerintem ez is vonzani fogja a fiatalokat. 12. osztályos vagy pályaválasztás előtt állsz. Mik a terveid? Tudod-e már, hogy mi szeretnél lenni, és hol szeretnél tovább tanulni? Igen, már nagyon sokat beszélgettünk róla otthon, hogy mi legyen, hogy legyen tovább. És néztünk is itt Fehérváron a Corvinus Egyetemet, a turisztika és vendéglátás szakot. Nekem ez azért tetszett meg, mert ugye itt van duális képzés, és szeretek emberekkel foglalkozni, és nyelveket is szeretek tanulni, szóval nekem szerintem ez feküdne, és szeretem Fehérvárt.
És ja, a duális képzés szerintem nagyon fontos, mert ugye miután lediplomázik az ember, a tapasztalata rendelkező embereket keresik, de mivel ugye nincs mindenhol duális képzés, és nem tudnak az emberek ebben részesülni, ezért nincsen tapasztalatuk, és ezért nagyon nehezebben tudnak elhelyezkedni munkahelyeken, és a duális képzés nagyszerű alapot ad arra, hogy könnyebben el tudjak helyezkedni különböző munkahelyeken. Akkor neked már egész konkrét terveid vannak, itt azért lesz egy rócsó, a többi egyetem is be fog mutatkozni. Egyébként te előzetesen a duális képzésről honnan tájékozottál? Hát voltam tavaly a Corvinusnak a nyílt napján, és ott hallottam róla, meg utána is néztem interneten, és anyukám is sokat segített ebbe, otthon közösen böngésztünk, és ott olvastam ezt a duális képzést, meg több diáktól is hallottam, akik ide jártak, és most oda járnak a Corvinusra, és pozitív benyomásokat mondtak nekem, hogy nagyon jó és nagyon tetszik nekik. A diákok Mészáros Attila alpolgármester prezentációjában a három székesfehérvári egyetem kínálatáról tájékozódhattak, megismerhették az intézményeket. Szeretném minden középiskolásnak megmutatni, hogy ma már nem kell Székesfehérvár közigazgatási határán túlmenni, hogyha magas szintű egyetemi diplomához szeretne jutni, hiszen három egyetemmel is már komoly kapcsolata van a városnak, a Corvinus Egyetem Székesfehérvári kampusza, az Óbudai Egyetem Abaréga, a Műszaki Kara, illetve a Kodály János Egyetem, amelyek mind magas szintű képzéseket nyújtanak, mind műszaki, mind gazdasági, mind pedig egyéb társadalomtudományi területeken. Én azt gondolom, hogy nagyon komoly növekvő létszámról tudunk minden évben szerencsére beszámolni, hiszen olyan szintű képzések, amelyre mind az iparnak, mind a gazdaságnak nagyon nagy szüksége van. Én örülök neki, hogy a székesfehérváriak aránya is igen jónak mondható, hiszen hogyha a székesfehérvári, illetve a Fejér megyei diákokat nézzük, akkor 40-50% az itt tanuló fiataloknak a létszáma, ami azt gondolom nagyon-nagyon fontos, hiszen értük is csináljuk ezeket a fejlesztéseket. Ennek ugye két fő oka van, egyrészt a gazdasági igényeknek megfelelés, másrészt pedig szeretnénk nekik is lehetőséget biztosítani erre. És azt gondolom, hogy amellett, hogy igyekszünk az egyetemeket támogatni anyagilag, infrastruktúrális fejlesztések tekintetében. Nagyon fontos, hogy a hallgatói élet hátterét is igyekszünk biztosítani. A Petőfi Kultúrtanszék megindításával olyan összegyetemi programokat szervezünk, amelyek mind a három egyetem hallgatóinak szólnak. Ugye idén már volt közös tanévnyitó, szerencsére már kinőttük a dísztermet a Városházán és a Vörösmarty Színházban. Tartottuk idén először egy nagyon jó hangulatú gólyatúrát szerveztünk, és most pedig készülünk a Gólyabárra, amely majd október 10-én lesz, ez is mind a három egyetem hallgatóinak szól. Túl vagyunk egy sportnapon is, úgyhogy azt gondolom, hogy igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a hallgatók tényleg úgy érezzék, hogy Székesfehérváron jó egyetemistának lenni, és nagyon bízom benne, hogy nagyon sok székesfehérvári és más városból érkező is így gondolja a következő években. Pár évvel ezelőtt elkezdődött egy fontos munka, aminek nyomán szeretnénk elérni, hogy egyre több képzési formában egyre erősebb és jobb képzést lehessen a fehérvári felsőoktatásban is elérni. Ebben fontos partnereink vannak, ugye van egy hagyományos partnerünk, most már egyetemként a Kodolányi János Egyetem, van az Óbudai Egyetem, aminek ugye most már egy önálló kara működik évek óta Székesfehérváron, az Alvarégia műszaki kar, és én azt gondolom, hogy nagyon szép eredményeket is tudhat maga mögött, illetve a Corvinust pedig rá tudtuk venni, hogy Budapesten kívül egy második kampuszt is nyisson meg, ez pedig most már elindult, és évek óta működik Székesfehérváron. Itt is majd látszani fog a polgármester úr prezentációjából az előrelépés. Mi ezt a lehetőséget szeretnénk itt felkínálni, elmondani, hogy pontosan milyen képzési formákba, milyen szakokon indulnak és milyen lehetőséget adnak ezek a képzések a fiatalok számára. Amit én mindenképpen szeretnék kiemelni, hogy nyilván a város gazdasági életéből fakadnak azok a lehetőségek, amelyek okán igazán meghatározásra kerül az is, hogy milyen képzési formák lehetnek Székesfehérváron sikeresek. Ez egyébként kinyitja a lehetőséget a duális képzésben való részvételnek, amiben Fehérvár
egyik, ha nem a legerősebb ebben a pillanatban is országosan, és ez mind az Óbudára, mind pedig a Corvinusra igaz itt Székesfehérváron. Ezt én azért ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hiszen nyilván amikor már választunk egy felsőoktatási intézményt, akkor egy hivatást is választunk, és ha nem is pontosan tudjuk a következő 50 évet még fölmérni, de azért mégiscsak gondolkodunk már valamilyen jövőképpen, amit az egyén is szeretne befutni, és ebben azt gondolom, hogy nyilván az, hogy milyen lehetőségeket ad majd az a munkaerőpiac, ahova az egyetem után ki lehet, sőt ki kell akkor már nagybetűs életként lépni, azt gondolom, hogy ezt érdemes átgondolni akkor, amikor döntést hozunk arról, hogy milyen felsőoktatási tanulmányokat választunk. Az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki kar és a Budapesti Corvinus Egyetem egy-egy hallgatója arról mesélt a végzősöknek, mi minden várja az intézményekben őket. Magán a Corvinuson belül úgy érzem, hogy olyan képzést kapunk, amit Pesten is a diákok, tehát sok különbség nincs a két egyetem között. Ugyanolyan jó tanárok jönnek le hozzá, sőt talán abban még egy kicsit jobbak is vagyunk, hogy nincsenek olyan nagy létszámok, tehát egy nem 400-500 fős előadóban vagyunk, ahol még az ablakokban is ülnek a diákok, hanem egy 20-30 fős csoportokban dolgozunk, és sokkal jobban a gyakorlati részre koncentrálódik a tanárfigyelme is, meg a mi figyelmünk is, és szerintem egy kicsit jobban át is tudják adni magát a tananyagot, kicsit sokkal érthetőbben magyarázzák el nekünk azt, hogy mivel is fogunk foglalkozni a jövőre nézve, és mik is azok a kis praktikák, taktikák, amiket, hogyha alkalmazunk majd az üzleti életbe, hogyha kikerülünk közgazdászként, amiket jó, hogyha megtanulunk, és tényleg tudunk majd használni az életünk során. Egy nagyon jó felszerelt kampuszban vagyunk. Hallhattuk, hogy nemrég készült el, tehát 3 éve működik ez a kampusz. Viszonylag azért már vagyunk egy jó páran, tehát kialakult szerencsére egy olyan hallgatói élet a Corvinuson belül, ami eléggé aktívnak mondható. Talán idén tudtuk lerakni azoknak a hagyományoknak az alapjait, amit a későbbi utódaink úgymond tovább vihetnek. Az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki kara is itt van. Miért ezt az egyetemet választja a diák? Én úgy gondolom, hogy itt Fehérvár nagyon jó abból a szempontból, hogy nagyon családias a hangulat az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karán. A tanárok nagyon közvetlenek, segítőkészek, tehát nem úgy kell elképzelni, mint egy pesti egyetemet, hogy több ezren vannak egy karon, és valaki csak egy neptunkót, hanem mindenkit személyesen ismernek a tanárok. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos a hallgatók körében. Milyen szakok között választhat az a diák, aki ezen gondolkodik, hogy az Óbudai Egyetemen tanuljon tovább? Két intézetünk van az Óbudai Egyetemen. Van a Geoinformatikai Intézet és a Mérnöki Intézet. A Geoinformatikai Intézetben földmérő és földrendező alapszak indul, a Mérnöki Intézetben pedig villamosmérnök, gépészmérnök, műszaki menedzser, illetve mérnökinformatikus alapszakok közül választhatnak. Milyen helyzet a duális képzésekkel az Óbudai Egyetemen? Szinte az összes szakunk indul duális képzéses formában, nagyon sok céggel szerződött az Óbudai Egyetem, tehát én úgy gondolom, hogy nagyon jó választás azoknak, akik mérnöki területen képzelik el a jövőjüket, és szeretnének ténylegesen gyakorlati tapasztalatokat szerezni. Mennyire volt hasznos szerinted ez a felsőoktatási roadshow? Mi az, amit hallottál és amit tetszen esetleg? Hát én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó ötlet, hogy Fehérvár is egy ilyen egyetemet tudott létrehozni, nem is egyet, hanem ugye hármat, és hogy így a fehérvári élet is sokkal jobban meg tudna valósulni, hogyha ilyen központi létesítmények jönnek létre. Mit gondolsz erről a felsőoktatási roadshowról, mennyire jelent segítséget nektek abban, hogy döntsetek? Nekem mindenképp segítséget jelent, mert én elsősorban ide szeretném venni a Corvinus Egyetemre, a Székesfehérvári Campusra. Gazdaság és menedzsment érdekel, és másosorban a sportközgazdász, a mi mesterképzésen, ami ugye nincs máshol az országban, ez nagyon fontos lenne nekem. És emellett, hogy duális képzésben is tanulhatunk, ez igen előny szerintem. És szerintem sok embernek megkapta a figyelmét ezt, hogy itt elmondták pontosan, hogy miket lehet tanulni. Tényleg nem drága igazából, még hogyha fizetősen is kapnánk helyet, de a pontszám is elérhető. Te előzetesen tájékozottál-e már így a Corvinus Egyetemről, képben voltál-e, vagy pedig voltak itt újdonságok, amiket hallottál? Igen, Budapesten szokott lenni minden évben ilyen felsőoktatási expo, és ott igazából ugyanígy ott is jelen vannak a fehérvári egyetemek, és ott is tájékozottunk már.
A felvételi előtt állókat október 16-án 12 órától az Alba Régia sportcsarnokba várják, ahol a felsőoktatási expón hallhatnak bővebben a három egyetem képzési lehetőségeiről. Kedves nézőink, az esti mérleget látták, holnap újabb témával várjuk Önöket, viszontlátásra!